Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Megújult a Gyula TV honlapja. Látványközpontú elemekkel is kibővített tartalommal indult az új weboldal. Újdonságok és programok. A szállásadók és a szolgáltatók is bizakodva várják az idei szezont. Ragad meg a kulcsot. Békés Csabán rendeztek állásbőrzét a hivatásos gépjárművezetői képzési program keretében. Tét nélkül futballozhattak. A gyulai termál a Budapest Honvéd fiók csapata ellen próbált meg szépen búcsúzni az évtől. Lassúnak találták az ügyintézést. Tiltakozó akcióra került sor Békés Csabán a menekültügyi őrzött befogadó központban. Örömmel ajánljuk figyelmükbe a Gyula Televízió megújult weboldalát, a gyulatelevizio.hu-t. Új honlapunk segítségével városunk és környéke lakóinak, állandó közönségünknek érdeklődését az eddiginél magasabb színvonalon, látványközpontúbb elemekkel és kibővített tartalommal kívánjuk kielégíteni. A weboldalunkra látogató érdeklődők korunk elvárásainak megfelelő, vizuálisan erőteljes, gazdag tartalmat érhetnek el. Mindezeket megtalálhatják a gyulatelevizio.hu, a Facebook és Instagram profilon is. A Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonában működő televíziónk az internetes felületen is ellátja kettős közszolgálati feladatát. Naponta tájékoztatja Gyula városának polgárait, és mindezt keresztény szellemiséggel teszi. Bízunk benne, hogy a megújult gyulatelevizio.hu továbbra is sok örömet tartogat közönségünk számára. A tavalyi után idén is erős évet várnak a gyulai szálláshelyek és szolgáltatók. Az eddigi előfoglalások már bizakodásra adnak okot, és ha az időjárás is kedvező lesz, akár néhány százalékos emelkedésre is van remény. Alapvetően a tavalyi évhez hasonló eredményt szeretnének elérni idén is a gyulai szállásadók és szolgáltatók. Ha az időjárás is kedvező lesz, van remény arra, hogy ezt meg lehessen ismételni. Az Elizabeth Hotel ez évtől egy új vezetéssel és szemlélettel várja vendégeket, az előfoglalások alapján van oka bizakodni a menedzsmentnek. Természetesen ma már csak a jó szállás nem elegendő. A Várfürdőt mindenféleképpen belekalkuláljuk, a nyári szezonban pedig abszolút teljes mértékben az akvapalotával együtt. Igyekszünk együttműködni az Almási Kastéllyal, a szolgáltatásait is kínálni. Van egy csomagunk, Mesél a kastély, ez a címe. Ide már beleépítettük ennek a csomagnak az árába a kastély belépőt is, illetve a vár belépőt is. Szeretik a vendégek, keresik. Nyilván már a legközkedveltebb ez a nyári időszakban a várfürdős csomag, amikor a éjszaka számnak megfelelően esetleg tudjuk biztosítani a várfürdő belépőt, vagy különböző masszázs szolgáltatásokat kínálunk. Igyekszünk a vendégek igényeihez igazodni. A szállások mellett nagyon fontos, hogy a szolgáltatók is magas minőséget biztosítsanak a vendégeknek, és egyedi kínálattal is meg tudják lepni őket. A 100 éves cukrászda vezetője két új fagylaltgéppel és új készítményekkel is várja a nyarat. Új ízek valószínűleg lesznek. Na hát készülünk, tehát most is éppen már ugye a nyári hangulatot megidézendő piacon voltam, és gyönyörű gyümölcsöket vásároltam. Ugye nyáron ezekre hatványozottan szükség van, egyébként a fagylalkelyekhez, meg sok gyümölcsös készítményhez is. Tehát mi már most már próbáljuk azt az érzést kelteni, hogy már itt a nyár, de mondjuk ez a mai reggel se olyan volt. A város iránti eddigi érdeklődés mellett az is bizakodásra adhat okot, hogy egyre inkább hosszabb időt töltenek Gyulán a vendégek, ami minden területre hatással lehet. Ragad meg a kulcsot elnevezéssel első vidéki helyszínként Békés Csabán rendeztek állásbőrzét a hivatásos gépjárművezetői képzési program keretében. A rendezvény segítségével a létszámhiányt szeretnék enyhíteni, ami Magyarországon jelenleg 6000 fő. Országosan és megyei szinten is komoly hiány mutatkozik a hivatásos gépkocsi vezetőkből, ezért is hirdette meg a kormány a Ragad meg a kulcsot elnevezésű roadshowját, melynek első vidéki helyszíne a megyeszékhely volt. Az ingyenes teher- és autóbuszvezető képzése országosan már 32 ezeren jelentkeztek, olyanok is, akik régi vágyukat szeretnék megvalósítani a program segítségével. Nagyon régóta vezetek, hál' Istennek balesetmentesen, régóta furgonozok is, de szeretnék váltani, régóta álmom, hogy kamionsofőr legyek, és ez egy kitűnő lehetőség volt erre.
és megragadtam. Békés megyében a programra eddig 1200-an regisztráltak, munkáltatói oldalról pedig 20 céggel tudtak együttműködést kialakítani, melyek közül néhány azonnal tudna alkalmazni tehergépkocsi vezetőket. Jelenleg föltük kapásból 15-et legalább föl tudnánk venni, és ezen felül a fluktuáció elég magas azért, és nem tudom, hogy jövőben mi fog történni. De új autóbeszerzések folyamatosan várhatóak, tehát bővültünk idén is 10 autóval, jelenleg 120 szerelvényünk van. A részvétel alsó korhatára 18, autóbuszvezetőknél pedig 21 év, és legalább 2 éves B-kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkezni. A képzésen résztvevőknek egy komoly szűrőn kell megfelelniük. Egy olyan komoly alkalmassági szűrés van, ez jelenti azt is, hogy egy nagyon komoly személyiségteszt, pszichológiai vizsgálat, hogy alkalmas ennek a munkakörnek a betöltésére a jelentkező, hiszen azért ez speciális adottságokat kíván, van tesztvezetés, egy szimulációs tesztvezetés, van egy nagyon komoly orvosi alkalmassági vizsgálat, és van egy nagyon komoly pálya alkalmassági vizsgálat. A program segítségével a megyében több száz hivatásos sofőr juthat munkához, a képzés akkor indulhat el, ha a lendő cég előszerződést köt a későbbi munkavállalóval. Úgy sikeresnek tűnik a rendezvény, hiszen nagyon sokan regisztrálták magukat olyan tekintetben, hogy érdekli őket ez a lehetőség. Nagyon fontos, hogy több szűrésen kell keresztül részt venni azon, hogy valaki regisztrálni tudjon, és utána pedig csak akkor tud a képzésbe magába bekapcsolódni, hogyha már egy munkáltatói elkötelezettsége van, tehát valamelyik munkáltatóval megegyezett abban, hogy ő ott szeretne dolgozni, akkor a képzési lehetőség megnyílik számára, ami pedig ingyenes, és részt tud venni benne. Országosan jelenleg több mint 1300-an járnak képzésre, és csak nem 300-an szerezték meg jogosítványukat a program segítségével. Nagyobb tét nélkül felszabadultan futballozhatott mindkét csapat az NB3-as bajnokság hétvégi zárófordulójában. A hazai Termál a Budapest Honvéd fiók csapata ellen próbált meg szépen búcsúzni az évtől. Sem a bennmaradás, sem a kiesés kérdése nem érintette az NB3-as bajnokság zárófordulójának gyulai mérkőzését, melyen a Termál a Budapest Honvéd második csapatát fogadta. Mindkét együttes szeretett volna szépen búcsúzni az évtől, mely a hazai csapat számára erősebb őszt, de a vártnál gyengébb tavaszt hozott. Egyik gárdának sem volt könnyű dolga a kezdő sípszó után a felázott csúszós talajon. Az első bő negyed óra egyik oldalon sem hozott komolyabb lehetőséget, a 18. percben viszont Varga Márkó csak kevéssel csavarta mellé a szabadrúgást. A túloldalon Sipos szabadrúgása után kerekes fejelt. A 25. percben némileg váratlanul szerezte meg a vezetést a Honvéd, Csábi Mihály beadásánál Konstantinescu nem találta el jól a labdát, de a hosszú oldalon érkező Mátyás Zsolt a kapuba bombázott. 2 perc múlva úgy tűnt, eldőlt a 3 pont sorsa, Mátyás szólója után Csábi estében találta gyulai kapuba. A 2 gyors gól érthetően nem tett jót a hazai csapatnak, a támadásokba rendre hiba csúszott. A 36. percben Barna Róbert közelről fejelt fölé, majd a folytatásban is inkább meddő próbálkozások jellemezték a termájátékát. A Honvéd a félidő hajrájában megadhatta volna a kegyelemdöfést, de Ferenci Máté a gólvonalon hárított. Volt mit mondania az öltözőben Szegeres Lajosnak, de az biztos, hogy a második félidőben a 2 gólos hátrány ellenére is agilisebb volt a csapat, noha jó ideig leginkább csak Barna távoli lövése hagyhatott nyomot a vendégekben. A kispestiek ennél a jelenetnél bánkódhattak, mert ha ezt a gólt megadja a játékvezető, a Termál alig ha jön vissza a meccsbe. 2 perc sem telt el, mikor a túloldalon Sipos Krisztián állt a labda mögé. Valószínűleg mindenki beadásra számított, ám a gyulai középpályás az éles szögből hatalmas gólt lőtt. A 69. percben jött az egyenlítés is, a beívelt labdát Ferenci tette középre, ahol Szabó Csaba érkezett és a kapuba talált. Nem sokkal később Ferenci faultja után büntetőhöz jutott a Honvéd, ám Konstantinescu fölé vágta a labdát. 2 perc múlva Ferenci javított, jobb oldali beadása a hosszú Burai Dávidot találta meg, és már is vezetett a hazai együttes. A Honvéd Mátyás lövésével jelezte, hogy nem törődtek bele a hazai vezetésbe, majd szinte rögtön ezután Vajda Roland lövése került el Harman kapuját. Ugyan ő a 79. percben már nem hibázott, és egy szép csel után óriási lövéssel egyenlített. A 86. percben a Termál megszerezhette volna a 4. találatát, de a lefújás előtt is adódott esély a kékfehérek előtt. Az eredmény viszont nem változott, Várfürdő Gyulai Termál FC Budapest Honvéd 3-3.
Ez, amit itt ma játék címén előadtunk, ez méltatlan hozzánk. Nagyon sok hibával, nagyon buta hibákkal, amiket ilyen szinten nem lehet elkövetni. Abszolút megérdemeltem fordította a Gyula, gratulálok nekik. Elégedett volt játékosai hozzáállásával a hazai tréner. Elég nagyot küzdöttek a fiúk, vissza tudtuk hozni, meg tudtuk fordítani. Kihagytak egy 11-es, mi kihagytunk két 100%-os helyzetet, bármelyik csapat saját javára eldönthette volna. Én annak örültem az utolsó mérkőzésen, hogy egyrészt pontot tudtunk szerezni, sajnáljuk nyilván, hogy a győzelem nem volt meg, de dicséret illeti a srácokat, mert egy vesztett helyzetből tudtak talpra állni. A Termál végül a 17 csapatos középcsoportban 9 győzelemmel, 9 döntetlennel és 14 vereséggel, 40 rúgott, 56 kapott gól mellett a 13. helyen zárt. Tiltakozó akcióra került sor Békés Csabán a menekültügyi őrzött befogadó központban. A rendőrség tájékoztatása szerint hétfő délelőtt a 165 menekültügyi őrizetes közül mintegy 70-en sérelmezték, hogy megítélésük szerint lassú az ügyintézés, illetve azt, hogy óvadék ellenében nem kerülhetnek szabadlábra. A hatóságok képviselői ismét felvilágosították az illegális bevándorlókat a Magyarországon hatályos jogszabályokról. Ennek ellenére a többségében magát pakisztáninak mondó férfiak közül mintegy 30-an leültek az intézmény udvarán, ahol lepedőkre írt feliratokkal kora délutánig szabadon bocsátásukat követelték. A központban és Békés Csabán mindvégig nyugalom volt, írta a rendőrség. Közel 80 csapat 130 pörköltöt készített szombaton a vár körül. Az első Pörkölt Király Fesztivál legfontosabb célja a szórakozás mellett a hagyományos magyar gasztronómiai értékek megőrzése és a nemzeti összetartozás erősítése volt. Rövid hírek következnek. Dobszó mellett főtt Magyarország egyetlen népi metál együttesének, a Palmettának a pörköltje. A mezőny legfiatalabb tagja, az 5 éves Vetró Róbert a jó pörkölt megfelelő hozzávalóiról beszélt, miközben a stáb többi tagja az ételt őrizte. Szarvas pörköltet csinálunk libazúzával. Libazúzát tett a szarvas mellé, és ebből készített ételt a salgótarjáni Hábel Gábor, aki feleségével rutinos párost alkotott, ők végül a bronzérmet szerezték meg. Pörkölt Király legfőbb célja az volt, hogy népszerűsítsék a Bográsban a szabadban készült ételeket, és hogy azokon keresztül összekössék a magyarságot. Külön programot szerveztek a Nemzeti Összetartozás napjának apropóján. A postagalambokat a Kárpát-medence magyar lakta részeire engedték. Olyan konstrukciót dolgozott ki a Békés megyéért vállalkozásfejlesztési alapítvány a kezdő, kis és középvállalkozások hitelezésére, melyet az önkormányzatokkal közösen szeretnének megvalósítani a megye minél több területén. Az alapítvány már 22 éve foglalkozik mikrohitelek kihelyezésével, amely kezdő és működő vállalkozásoknak ad lehetőséget beruházásaik megvalósításához. Eddig 3 önkormányzat döntött úgy a megyében, hogy segíteni a helyi vállalkozásokat. Ezek Újkígyó, Szeghalom és Orosháza. A Csákvárt fogadta a Szeged 2011 Grosics Akadémia az MB2 Merkantil Bank szezonbeli utolsó 30. fordulójában. A Szeged Grosics kezdte támadóbb szellemben a találkozót. A sípszó után néhány perccel már védenie kellett a csákvári hálóőrnek zabari lövése után. Közel fél óra játék után megszületett az első gól. Király távolról lőtt, majd dullón megpattanva irányt váltott a labda. A 32. percben Makrai lőtt a kapu irányába, majd Farkas játékvezető belefújt a sípjába, 11-es ítélt, melyet Makrai végzett el. A büntetőt Molnár F. Tamás kiütötte. A Szeged Grosics fél perccel később már meg is szerezte második találatát. Király Korajánnak passzolt, aki azonnal lőtt. A 36. percben kétszer is résen kellett lennie a hazai kapusnak. Először Makrai, majd Molnár ívelését tolta el a kapu elől. Lendületesebben kezdte a második játékrészt a Csákvár. Makrai próbálkozását Molnár F. tolta a kapu mellé. Egy vendégszögletet követően oldalbólintását tolta a kapu fölé Molnár F. Tamás. A 62. percben Pászka még az erdőbe. Fél minutú múlva Zádori viszont a kapuba helyezett, megszerezve ezzel csapata 3. találatát.
nem kellett sokáig várni a negyedik gólra. Koroján a 67. percben magabiztosan lőtt a bal felső sarokba. Ekkora hátrányban sem adta fel a Csákvár. Szalai lövését Molnár felől Farkas Márk fejelte a kapu fölé. A 80. percben folytatódott a szegedi gólgyártás. Zabari Zádori fejét találta meg, aki a kapuba bólintotta a labdát. De a 85. percben Szabó szögletét követően Veszelinov szerezte meg a szegediek 6. találatát. A 2016-17-es NB2-es idény július végén veszi kezdetét. 6 perces előnnyel magabiztosan nyerte Miroslav Zapletal az 5. gyulai várfürdőkupát. 2014 után ismét magabiztosan nyert a Zapletal Momot 2-ös az 5. gyulai várfürdőkupán. A cseh Hammer pilóta a viadal zárónapján még növelni is tudta az előnyét a tavalyi futamon is második helyezett üldözőjével, a lengyel Marcin Lukaszewski és navigátorával, Magdaléna Duhanik Perssonnal szemben. A hazai egységek ezúttal is tehetetlennek bizonyultak a magyar bajnoki titulus és harcoló külföldi riválisok ellen. A célig ezúttal csak két páros jutott el, a 2014-ben abszolút bajnok, Fekete Tóth egység az 5. helyen zárt, míg Lónyai Pál és Horn Albert a 6. pozícióban végzett. A képen látható Korda Erik és Csató Attila a szombati kicsúszás és fának ütközés után vasárnap újra forfétolt, ugyanis a rajtban menet szivárogni kezdett versenyautója hűtője, így végül a 8. helyen zárták a versenyt. A kamionos kategóriában a Vörös Ferenc, Boros László Attila és Kis Zoltán trió nyert, ami annak volt köszönhető, hogy Fazekas Károly, Bognár József és Csákány Péter alkott a csapat, benézte az üzemanyag mennyiséget, így a délutáni első szelektív szakaszon a kamionból kifogyott az üzemanyag. Ezzel a kis megvendégeléssel, illetve kis ruhaadomány osztással szeretnénk a megkésett gyereknapot is megünnepelni. Egyfajta megkésett gyermeknapként is értelmezhető volt az a program, melyen többek segítsége révén ruhákat, játékokat és élelmiszert kaptak a helyi rászorulók Dénes Majorban. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője azt mondta, lehetőségeikhez mérten próbálnak nagy figyelmet szentelni e település résznek is. Az elhangzottak alapján arra lehet számítani, hogy a következő időszakban biztosan nagyobb figyelem irányul majd a Dénes Majorban élők felé. Egy felmérés szerint Gyula egyik fontos vonzereje az itt élők kedvessége, segítőkészsége. Ma az ő véleményükre vagyunk kíváncsiak a helyi turizmussal kapcsolatban. Az ide érkező turisták nem mindegy, hogy milyen vendégszeretettel találkoznak, amivel jó hírünket viszik. Ma a gyulaiakat kérdeztük erről. Mindenféleképpen segítek nekik, sokan járnak ide, nagyon sokan járnak ide, szeretik Gyulát. És úgy látom, ezekkel a külföldi problémákkal egyre többen válaszol ezt a gyulai fürdővárost. Nagyon sokat kell segíteni, szépíteni kell a várost, és hát öröm az, hogyha a turisták örülnek a szépnek, meg a jónak. És ahogy elnézik, a turisták is nagyon figyelnek a tisztaságra, amit a gyulaiaktól is elvárjuk. Igaz, hogy reggelente nagyon nagy a szemét itt a városban, amit a fiatalok itt hagynak, de hát napközben föltakarítják. Kellett már személyesen segíteni, vagy útba igazítani turistát? Igen, sokszor kérdik, hogy mi hol van, és akkor olyankor az ember csak segít nekik. Én egy ügyfélszolgált irodában dolgozom, hozzánk nagyon sok turista jön, és valóban ugye nagyon kedvelik a várost, nagyon szép azt mondják, illetve nagyon segítőkészek vagyunk, sokkal segítőképes szebbek, mint akár más városban. Úgyhogy igen, ezért is választják. Bútorokat küldött a Kodolányi Főiskola orosházára. Lapszemle következik. Tegyük tündérkerté ezt a vidéket. Békés Csabán tartott ünnepi szentmisét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Nemzeti Összetartozás napján. Írta a Behír. Ne egymást kiírtva, hanem együtt a vál mellett tegyük tündérkerté ezt a vidéket, és ez csak irgalmas szeretettel lehet, mondta Böjte Csaba. Bútorokat küldött a Kodolányi orosházára. Szekrények, írásvetítők, székek és irodaszerek. Ezek is voltak abban a szállítmányban, amit a Kodolányi János Főiskola küldött Székesfehérvárról, írta az Orosz Café. A főiskola központja szeptembertől orosházára költözik. A feleslegessé vált bútorokat és eszközöket ajándékozták a környék iskoláinak. Nívódíjas program. Nívódíjas lett a Katolikus Karitas Tanuljunk Egymástól programja, írta a Magyar Kurír.
A Magyarországi Katolikus Karitász a Gyulafehérvári Karitász együttműködésével még 2013-ban megvalósított 50 év felettiek számára szervezett programja keretén belül erdélyi és magyarországi önkéntesek végeztek szociális és kulturális tevékenységet csereprogram keretében. Virágzik a bodza. Jelentősen csökkent az úgynevezett szegély élőhelyek, cserjesávok száma az elmúlt 15 évben, írta a Körösmaros Nemzeti Park honlapja. A kedvezőtlen jelenség hatására a megmaradt fasorok, cserjék, bodzabokrok jelentősége még fokozottabb. Elterjedése annak köszönhető, hogy jól alkalmazkodik, így nem ritka a városok parkjaiban és szennyezett levegői utak mentén sem. Zömében napos lesz a szerda, helyi záporok előfordulhatnak. Csütörtökön melegebb, de füllettebb is lesz az idő. Szerdán hajnalban hűvös lesz, a szélvédett helyeken párrássággal. Napközben Zömében napos idő következik, gyenge légmozgás mellett, kellemesen magas hőmérséklettel és füllettség nélkül. Ebben az ország részben még futó zápornak is igen kicsi az esélye. A hőmérséklet az éjszakai 10 foktól, kora délután 24 fokig emelkedik. Csütörtökön várhatóan ismét füllettebbre fordul az idő, fokozódó nappali felmelegedéssel, gomoly felhősödéssel. Csapadék még mindig nem valószínű. A hőmérséklet 13 és 26 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Megújult a Gyula TV honlapja. Látványközpontú elemekkel is kibővített tartalommal indult az új weboldal. Újdonságok és programok. A szállásadók és a szolgáltatók is bizakodva várják az idei szezont. Ragad meg a kulcsot. Békés Csabán rendeztek állásbőrzét a hivatásos gépjárművezetői képzési program keretében. Tét nélkül futballozhattak. A gyulai termál a Budapest Honvéd fiók csapata ellen próbált meg szépen búcsúzni az évtől. Lassúnak találták az ügyintézést. Tiltakozó akcióra került sor Békés Csabán a menekültügyi őrzött befogadó központban. A Gyula TV híradóját látták most a két jegy és a sorsforduló, utána a pódium következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevizio.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!